Sziasztok, gazdik! Ez itt a Kutya Dolog Podcast. Rádai Boglárka vagyok, két kutyus gazdia. Korábban két évig dolgoztam állatkórházban, ahol nagyon sok kutyusnak kísértem figyelemmel a kezelését, a diagnózis felállításától egészen a felépülésükig. A legjobb állatorvosok mellett szereztem tapasztalatot a betegségekről és megelőzésükről, sőt az egészséges táplálkozásról is. A Kutyadolog Podcast adásai során állatorvosokkal, kutyatrénerekkel, szakértőkkel, kutyatáplálkozási tanácsadókkal és más gazdikkal olyan témákról beszélgetek, amik gazdikként titeket is érintenek. A Kutyadolog Podcast nem jöhetett volna létre a pecsef nélkül. Kedvencet válogatós kutya! Te is azt érzed, hogy a szíved megszakad, amikor a kutyusodnak szánt eledelek újra és újra a kukában végzik. Egyrészt nagyon fontos, hogy tudd, nem vagy egyedül ezzel a problémával. Rengeteg kutyus küzd meg vele nap, mint nap. De ne félj, mi segítünk! Mai adásunk során Hortobágyi Henrietta a Petsef kutyatáplálkozási tanácsadójának segítségével összegyűjtünk minden kiváltó okot és megoldást a témában. Ráadásul meglepetés vendéggel is készültünk, de ez maradjon egyelőre titok. Iratkozz fel a Pet Chef YouTube csatornájára a videó alatt található feliratkozás gombra kattintva, vagy keres rá a Kutyadolog podcastra a Spotify-on, Apple Podcast-en vagy a Podpeden, és klikkelj a követés gombra, hogy értesülj a következő epizódokról. Kövess minket Instagramon, Facebookon, TikTokon, iratkozz fel a Kutyadolog hírlevelünkre, és lépj be a Facebookon található főttel etetek csoportunkba is, hogy tudatos gazdi válhasson belőled. Az epizód leírásában minden linkünket megtalálod. Van kutyás ismerősöd? Oszd meg vele a Kutyadolog Dolog podcastet. Szia, Henny, örülök, hogy ismét itt vagy velünk. Sziasztok, köszönöm szépen. Rengeteget hallani étvágytalan válogatós kutyusokról. Mitől lesz étvágytalan egy kutya? Hát nagyon sok esetben maga a gazdi rontja el, úgyhogy kifejezetten oda kell arra figyelnünk, hogy ne járjunk így. Tehát tulajdonképpen már így a nulladik pontban tud tenni a gazdi az ellen, hogy egy válogatós kutyát neveljen? Pontosan, gondoljunk csak bele, amikor hazaviszünk egy édes kis kölyök kutyát, akit éppen elszakítottak az anyjától és a testvéreitől. Nagyon gondoskodóak szeretnénk lenni, és agyon babuskatjuk azt a kiskutyát, és gyakran kézből letetjük, viszont amikor már nem ez iskolával kínálják neki az eledet, akkor gyakran nem is fogadják el ez egyébként előfordulhat felnőtt kutyánál is, hogy ő kialakul, akkor ő később ez a probléma, mert hogy nekünk egyébként van az ismerősi körben olyan, akinek korábban teljesen normálisan evett a kutyája, és most már így felnőttként kizárólag kézből hajlandó enni. Tehát, hogy ők tápa letetnek, minden egyes kis tápszemet kézből adogatnak a kis Jorkinak, igen. Hogy ne persze, hogy előfordulhat, gondoljunk csak bele, amikor mi az asszalnál étkezünk, és a kutyus oda áll hozzánk kunyarálni, akkor mindenki szeret egy kis katonát odaadni a kutyájának, illetve nagyon egyszerű ugye az ebédünk után az edényt letenni és a kutyával kinyalatni, mert hogy tisztára nyalja, és ez milyen aranyos. De amikor utána a rendes kis edényében kínáljuk az eledelt, akkor már nem lesz annyira jó buli a kutyusnak, úgyhogy ezzel nagyon hamar el tudjuk őket rontani sajnos. Egy válaszszal pedig még mi is tartozunk nektek. Itt az idő, hogy végre megtudjátok az igazságot előző adásunk tények és tévhitek rovatából. Tények és tévhitek rovatunkban korábban elhangzott állításunk a következő volt. A gazdi nem tudja befolyásolni kutyája válogatóságát, ez egy veleszületett tulajdonság. Ez az állítás hamis. Az igaz, hogy vannak olyan kutyusok, akik finnyásabbak a többieknél, azonban a gazdi tud ezen a helyzeten rontani is, de segíteni is tudja kedvencét, hogy jobb étvágya legyen. Kinek sikerült helyesen válaszolni erre a kérdésre a főteletetek csoportunkban? Most pedig vissza a beszélgetéshez. És hát mindent hihetetlenül gyorsan megszoknak a kutyusok, és egyébként ugye a magyarokra általánosságban jellemző, hogy a szeretetüket az etetéssel próbálják kifejezni, a családtagjaik felé is, főleg mondjuk az idősebb generációról, ha beszélünk, uhum. és hát a kutyát is családtagként tartjuk számon, tehát nyilvánvalóan rájuk is ugyanúgy érvényes ugye ez. Persze, pedig nem csak ezzel tudunk ugye jó kapcsolatot kialakítani a kutyával, hanem neki ugyanolyan jó kapcsolatteremtő program lesz a napi séta, a tréningek, illetve a közös játék is. Csak hát az egy picit több időt igényel a gazdi részéről, de ez fontos tudatosítani, Igen. hogy egyébként a kutyának is sokkal jobb, hogyha Igen. ilyen téren foglalkozunk vele, és ez jelenti a minőségi időt, nem pedig az, hogy ö, kapja az extra falatokat a kis üskanáról. Uh -huh. Tud problémát okozni, hogyha túl sokat váltogatja a gazdi az, hogy mit ad enni a kutyának, milyen eledelt? Igen, hogyha túl gyakran kínálunk neki új eledelt, akkor előfordulhat az, hogy találkozik egy olyan összetevővel, amivel korábban még nem volt dolga esetleg annak nem tetszik az íza, vagy az illata, és akkor emiatt alakul ki egy ilyen bizalmatlanság a kutyában, így összességében az evési rend. Úgyhogy amikor eleséget váltunk, akkor fontos, hogy ezt mindig fokozatosan tegyük meg. De akkor fontos azért eleséget váltani, vagy lehet élethosszig akár ugyanazzal is etetni egy kutyust? Nem szeretem, hogyha élethosszig egy ételt adunk a kutyának, tehát igenis fontos a, a váltogatás, igen. Miért probléma az, hogyha élethosszig ugyanazt adjuk a kutyusnak? Leginkább azért, mert hiánybetegségek tudnak kialakulni, ugye alapvető szabály, hogy háromféle állati eredetű fehérje forrási váltogatni, és hogyha ugye ez csak egyféle, akkor nagyon hamar lehetnek hiánybetegségek. És maga az eledelváltás, az okozhat problémát, akár mondjuk csak rövid ideig fennálló problémát a kutyusnál? Ez teljesen a kutyának az adott ö, személyiségétől vagy emésztésbeli tulajdonságaitól függ. Tehát, ha az én kutyám, például, hogyha petsy tasakokban gondolkodom, vegyesen szoktam rendelni, ők simán elbírják azt, hogy minden nap valami újat csak ki nekik. Viszont vannak olyan kutyák, akiknek ugye sokkal érzékenyebb az emészésük, esetleg van eleségallergia is az ilyen kutyáknak azt, vagy az ilyen gazdiknak azt javaslom, hogy kettő-három havonta történjen egy eleségváltás. Tehát mondjuk, a, ez mondjuk a mi esetünkben, nálunk ugye a Héli és a Boris kutya mind a ketten érzékeny gyomruak, náluk egyébként én észrevettem, hogy az elején azért okoz problémát, mm -hmm. így a pecsefeledeleken belül is a váltás, ugye ettől nem szabad megijedni, mert ez egy pár napon, tulajdonképpen két-három napig fennálló a probléma szokott lenni, Utána semmi ilyen, ö További baj nincsen ezzel, de akkor ilyen esetben két-három havonta érdemes váltani. Amelyik kutyusnak pedig nem érzékeny rendszere, az akkor a főt etetésen belül nyugodtan, vagy a pecse feledeire vonatkozva nyugodtan akár naponta váltogathatja, Igen. akár össze is keverheti, új ízeket kreálhat így belőle. Van. Úgyhogy ez így abszolút működik. Mi a helyzet akkor egyébként, hogyha valaki a tápról akar a főtetetésre átállni, vagy mondjuk a nyersetetésről a főttetetésre, akkor mennyi idő az átállás? Akkor sokkal óvatosabbnak kell lennünk, legyen legalább 7 nap, de inkább 7-10 napig is kitolhatjuk ezt az átállást, és fokozatosan egyre többet adjunk az új jeledelből. Mi az, ami még okozhat egyébként így étkezési zavart a kutyusnál? Hogyha van egy tartósan beteg kutyánk, akit hosszú távon kell gyógyszerezni, akkor nagyon sok az abba a hibába eszi, esik, hogy magába az eledelébe teszi a gyógyszert. És ez azért nem jó, mert ugye egy eleve beteg és rossz szétvágyó kutya teljesen bizonytalanná és bizalmatlanná válhat, amiatt, hogy mindig egy ilyen gyógyszeres ízt érez, Úgyhogy inkább azt javaslom, hogy így az etetési időtől függetlenül kapja meg a gyógyszert a kutya, vagy egy teljesen más jutalomfaladba tegyük mondjuk egy túróba, vagy sajdarabba, hogyha nincsen ugye ezekre alergia, vagy hogyha kifejezetten az etetéshez kell ugye a gyógyszert kapni, mert azért nagyon sok ilyen gyógyszer van, akkor pedig nyomjuk le a torkán, de semmi esetben se abba az eledelbe tegyük a gyógyszert, mert teljesen meg fogja szokni a kutya, hogy az egy nem jó ízű eledel, és elveszük a kedvét az evéstől teljesen. Egyébként olvastam is olyan petsev sikersztor is kutyusról, akinek egy hosszan elnyúló betegség okozott így étvágytalanságot általánosságban, illetve emiatt nem szeretett tenni tulajdonképpen, mert annyira összekötötte a gyógyszerezést azzal, hogy ő ennivalót kap, hogy ez egy ilyen zavart okozott nála. Igen. Ő sok kerámia tálat hirdetnek úgy, hogy szagmentes. Mit jelent ez pontosan? A választ megtudhatjátok a PetChef megoldási javaslata után. Mindenre allergiás a kutyusod. Van megoldás! Válasz számára hipoallergén PetChef menüt, és felejtsd el a vakarózást, mancsrágást, főgyulladást. Látogass el a PetChef.hu weboldalra, és rendelj most! Sok gazdítól hallottam azt a visszajelzést, hogy a kutya nem hajlandó megenni az eledelét, és azt találták összefügg, vagy azzal tudták összefüggésbe hozni, hogy nagyon megmaradt rajta a mosogatószernek az illata. Úgyhogy egyrészt erre kifejezetten ügyeljünk, hogy alaposan legyen leöblítve az elmosott kutyaedény, illetve még ezen belül is ugye azzal tudjuk ezt segíteni, hogy olyan anyagból legyen ez az edény, amit nagyon alaposan el lehet tisztítani. Hogyha bárkinek van tapasztalata így a háztartási dolgokban, akkor biztosan érezte már, hogy a műanyag edény nagyon megtartja a szagokat. Úgyhogy az a legjobb, hogyha nem műanyag a kutyának az etetőtája, hanem mondjuk vagy kerámia, vagy akár fém. Kivéve, hogyha mondjuk fémallergiás a de Tehát ebből a szempontból a kerámia tál az abszolút jackpot megoldás. Igen. És egyébként itt említetted ugye, hogy, hogy gondosan ugye el kell mosni, ez már csak a fertőzés veszély miatt is nagyon fontos, és sok gazdi egyébként erre nem gondol, hogy elmossa a tálkáját, az én párom sem gondolt egyébként erre, tehát ö, volt egy olyan időszak, amikor felváltva ö, volt hasmerése a kutyusainknak, uh -huh. és nem értettük, hogy mi a probléma, hogy, hogy ennyire elkapnak valamit, és akkor ö, kiderült, hogy az a baj, abban az időben ő adott tenni nekik, mert én a terhesség elején jártam, és borzasztóan rosszul voltam a szagoktól, ezért kizárólag csak ő adott tenni a kutyusoknak, és kiderült, hogy ő nem oss el a tálkájukat, uh -huh. és ez okozza ezt a problémát. Egész egyszerűen úgy volt vele, hogy hát tisztának tűnnek a tányérok, nyilván tisztára nyalogatták a kutyusok, de erre, erre nagyon kell figyelni. Az a baj, hogy ugye, vagy hát a baj, hogy a főteledel ugye pont olyan állagú, amit ugye ki nyalogat a kutya az edényből, nagyon könnyen ott hagy, ott hagy, ugye apró darabkákat, ami aztán a szobahőmérsékleten Elég hamar megromlik, úgyhogy tényleg oda kell arra figyelni, hogy minden a legjobb, hogyha minden etetés után elmossuk az edényt, és még ezen belül is szeretném felhívni a gazdik figyelmét, hogy használjunk külön szivacsot azért a biztonság érdekében. Igen, tehát a csak meleg víz az nem fertőtlenít. <laughs> Mit jelent a sokat ismételt 15 perces szabályi ézetetés kapcsán? Annyit, hogyha letesszük a kutyának az edényét a reggeli vagy az esti etetésnél, Hogyha 15 percig a kutya nem nyúl hozzá, akkor nemes egyszerűséggel vegyük el az edényt. Tehát nincs olyan, hogy a macskákat szoktak egyébként úgy etetni, mert ők egy picit másodjabban esznek, hogy amikor van kedvük, oda mennek és esznek egy pár szem száraz tápot, de a kutyának ne hagyjuk lent. Ugye egyrészt a feltűzés veszély miatt sem, tehát a főteledel az pikpak meg fog romlani szóval hőmérsékleten. Másrészt nincs az, hogy a kutya akkor eszik, amikor neki kedve van. Szokja meg, hogy az adott ő, etetési időszakban vagy eszik, vagy majd a legközelebbiben fog enni. Ez egyébként valóban működik? bevallom, nincsen tapasztalatom, mert nálunk nem válogatósak a kutyák, de azért sok ismerőstől, gazditól hallom ezt a félelmet ilyen esetben, ő, mert én is volt, hogy tanácsoltam ilyet, hogy de hát éhen fog halni a kutya, mert hát akkor ő képes és nem eszik, hogyha csak akkor lehet. Erről mit gondolsz? Igazából nem tudom, hogy hányan tapasztalták ki, hogy a kutya valóban éhen fog-e halni, mert ugye szokták mondani, hogy gyerek és kutya nem hal éhen, na de nem tudom, hogy ki az, aki odáig eljutott, Igen. hogy ezt, hát most elkezdjük ezzel kísérletezni, de alapvetően azért a kutya egy nagyon erősen ösztön lény, vagyis ő nem fog addig nem menni, amíg neki az valódi problémát fog okozni, illetve ugye nagyon sokan például úgy etetnek, hogy tartanak egy heti koplalónapot a kutyánál, tehát hogyha ez az egy nap, nagyon sok kutyánál működik, semmi probléma nem lesz, hogyha akár kettő-három napig nem fog enni a kutya. És egyébként én ezt megtapasztaltam, nálunk van kettő kistermetű kutya, aki elég étvágytalan családon belül, és náluk például azt kezdtük el, hogy tényleg, ha reggel nem eszel, jó, akkor majd este fogsz enni. Uh -huh. És akkor teg mindenki le lett tiltva a napközbeni falatkák adogatásáról, és a kutya rájött, hogy ja, hát akkor inkább eszem. Tehát akkor működik. tulajdonképpen beválik és működik. Hogyan teremtsünk megfelelő hangulatot és körülményeket az etetéshez? Nagyon sok házszartás van szerintem az etetés, az egy ilyen, nagyon csúnyán mondva, de cirkuszi műsorig tud fajulni, amikor a kutyát ugye olyan izgalmi állapotba hozzuk az etetés miatt, hogy kügyögünk neki, mondjuk, hogy jaj, most jön a vacsorád, most éhes vagy. Nem etetés. tudom, mire beszélsz. Ilyes, hogy is és hogy és etetünk, és egészen egyszerűen, hogyha mondjuk egy másik családtaktól ezt a fajta figyelmet nem fogja megkapni a kutya, uh -huh. hát, akkor, hát akkor nem eszem. Tehát, hogy ne ilyen legyen egy etetés. Az etetés az egy nyugodt, uh -huh. higgadt pillanat, akár kérhetjük is a kutyát előtte, hogy üljön le, és akkor az lesz a jutalma, hogy akkor ehet. És ezt is érdemes már az elején így elkezdeni, mert utána, ha már kialakult egy viselkedés probléma ebből fakadóan, akkor azt nagyon nehéz helyrehozni. Mi amúgy a borisznál szenvedünk ettől, hogy mi próbáljuk most teljesen nyugodtan odaadni neki a kaját, nem kérdezzük meg előre, hogy éhese, és így is végig nyafogja az egészet, uh -huh. amit meg nem kapja. Tehát, hogy, hogy ezt valahogy tényleg, ha visszapörgethetném az időt, nyilván soha nem kérdeztem volna meg előtte, hogy éhesse és akar -e enni, és ugye milyen finom lesz ez a kaja mindjárt, amit megkap, akkor lehet, hogy ez nem is alakult volna ki. Igen. Helyszín szempontjából mi az ideális a kutyának az etetéshez? Itt is nagyon fontos így a nyugalom kifejezés, tehát ez egy ilyen nyugodt sarok legyen, lehetőség szerint ne a konyha közepén etessük a kutyát, tehát nekik ez a kis saját zsákmányuk, ezt szeretik elvonultan, nyugodtan, egyedül elfogyasztani, illetve ezt a helyzetet akkor is fontos megteremteni, amikor valami felfordulás van. Nálunk például ez most pont egy aktuális téma volt, hiszen elköltöztünk, és Jöttek-mentek az emberek, festettünk, uh -huh. zajongás volt, úgyhogy én a füldőszobát tudtam nekik kiválasztani erre a célra, hogy becsuktam az ajtót, és ők ott akkor egyedül voltak, nem idegenek között kellett tenniük, tehát nagyon fontos, hogy az ilyen adhok helyzetekben is ezt biztosítsuk a számukra. Mi a helyzet az együttetetéssel? nálunk mióta a Falkánk tagja a héli kutyus, azóta Boris sokkal izgatottabb minden egyes etetésnél, de ismerünk egyébként, mindeketten ismerünk olyan kutyát, akit kifejezetten motivál, hogyha nézik, miközben ő eszi a, az ételét, és így sokkal kevésbé mm. válogatós, és sokkal inkább megeszi. Ez is nagyon a kutyának a saját személyiségétől függ. Nálunk is például otthon a családon belül mind a kettő típus megtalálható. Uh -huh. Tehát van olyan kutya, akit az motivál, hogyha a másik is eszik, és egy nem csak a másik kutya evése tudja motiválni, hanem a gazdinak az evése is. Tehát amikor mi leülünk az asztalhoz enni, akkor ő sokkal nagyobb kedvel fog ő is enni a saját edényénél. Viszont a másik véglet az az, amikor nagyon tudják egymást zavarni a kutyák, tehát, hogyha kettő vagy több kutyát egyszer eltetünk, akkor figyeljünk arra oda, hogy ne zavarják, piszkálják egymást, ne legyen evés féltékenység Nálam például a saját kettő kutyámnál az egyik tized annyi időt megeszi, mint a uh -huh. másik, és utána mindig elterelem onnan, hogy hagyja a kicsit is nyugodtan megenni, mert egyszerűen egy ilyen feszültséget fog benne Igen. okozni az, hogy hogy úristen, most valaki el fogja venni a kajámot, uh -huh. és egy ilyen nagyon rossz érzés fog benne generálni, úgyhogy nagyon fontos kitapasztalni, hogy a kutyánk melyik kategóriába esik, és akkor azzal segíteni az ő evését. Mindig ugyanabban az időpontban adjunk enni nekik? Az a legjobb, hogyha igen, hogyha ezt tartjuk, mert akkor ugye a saját biológiai órája is erre fog beállni, és már szinte amúgy ő fogja kérni. Tehát ő fogja nekünk jelezni, hogy anyuci, most már ennék valami, hát, tehát nem pontos a belső vagy. órájuk. Tehát, hogy én is megfigyeltem, hogy amikor tényleg percre pontosan, mondjuk 10 perc plusz-minuszba adtam neki enni, megtanulta, tehát, hogy pontosan tudja, hogy ő nála kongott az óra, idő van, és akkor jön szólni, hogy na mi van már, hát nálam is volt hogy elfelejtettem megetetni reggel, és azt hittem, hogy jó, de aranyos vagy, hogy jössz utánom, mondom, mennyire szeretsz? Azt jó, ja, mondom, már fél óráján nem kellett volna, akkor csak ez a probléma. Az időjárás tudja befolyásolni a kutyusok vegyet Gondolok itt mondjuk arra, hogy nagy melegben, kánikulában létezik olyan, hogy kevesebbet esznek? Nagyon is, és um, itt egyébként fontos, hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha a kutya akár csak a napi adagjának a felét fogja megenni, tehát teljesen normális, hogyha a meleg időszakokban két-három hónapig is akár mondjuk ő naponta csak egyszer hajlandó enni. Amivel tudjuk segíteni ezt az időszakot, az az, hogy vagy kora reggel, vagy inkább késő este ettetünk. Tehát ezekben az esetekben ajánlott is eltérni egyébként az amúgy megszokott etetési rendtől, illetve amivel még tudjuk segíteni, hogyha mondjuk a főteledelt további folyadékkal felöntjük, mm -hmm. akár húslevesével, csontlevesével, vagy akár csak vízzel. Tehát sokkal jobban fog neki esni az, hogy picit vizesebb az állaga az eledelnek. De hát egyébként, ha belegondolunk, mi is kevesebbet teszünk a nagy melegben. Tehát nincs ezzel abszolút akkor Igen, semmi probléma. Működnek. Kevesebbet is mozognak a kutyák a nagy melegben. Tehát, hogy az energia igényük sem feltétlenül olyan magas, mint mondjuk Igen. az évnek a többi szakában, és akkor tulajdonképpen emiatt is lehet az, hogy nincs is szükségük tényleg Igen. akkora mennyiségű eled erre. Lelki szorongás, lelki problémák okozhatnak étvágytalanságot egy kutyánál? Nagyon is. Elsősorban a szaparáció szorangás szerintem az, amire minden gazdi gondol elsősorban. Ezt is megtapasztaltam, hogy amikor a családon belüli nagybetűs gazdi nincs otthon, akkor a kutya egyszerűen nem fog enni. Tehát a kiskutyát rától nem érdekelt, hogy én ott vagyok mellette, és kínálgattam a kaját, mert hogy a gazdi ameddig nincs otthon, akár ha este tíz ér haza, ő este tízig nem fog enni. Tehát ezzel igenis nagyon fontos foglalkozni kutyatrénál segítségével, illetve még egy olyan helyzet, ami lelki traumát tud okozni, hogyha mondjuk új kutyust hozunk haza. Uh -huh. Ez is egy olyan élethelyzet, amire fokozatosan kell felkészíteni a kutyát. Ezt én egyébként úgy igyekeztem megteremteni a addig meglévő kutyáknak, hogy amikor elhoztuk az új kiskutyát a családba, én már magára az utazásra is elvittem a akkori kutyusunkat, ugye, aki addig már megvolt, uh -huh. hogy ne az legyen, hogy az ő saját otthonába, amikor ő otthon van, oda viszem a kiskutyát. Uh -huh. Tehát valami semleges helyen ismertettem őket először össze, úgyhogy ilyen kis apró trükkökkel tudjuk őket segíteni, hogy ne okozzunk akkor a lelki traumát neki egyszerre. Egyébként ez nálunk is szerencsére szuperül működött, ugye, amikor a Héli bekerült ugye a családunkba, akkor először ugye semleges helyen találkoztak ők is, aztán volt, hogy csak vendégségbe jött át a Héli, még nem etetés, ö, etetésnél uh -huh. jött át, és akkor így, így tényleg ez a fokozatosság, azt hiszem, ez lehet a kulcú ebben Igen. az esetben is. Ö, és volt egy-két morgás, mert nyilván volt, meg össze kellett csiszolódni abban is, hogy együtt tesznek, de ha fokozatosan csinálja a gazdi, akkor ez abszolút jól tud működni. Gondolom egyébként ugyanez a helyzet, mondjuk kisbaba érkezése kapcsán is, ö, nyilván rengeteget olvasok a témába, tehát nálam ez igencsak aktuális. Így van, nekem az egyik barátnőm várandós és tőle tudom, hogy egyébként nagyon okosan csinálják, mert ők, amikor, ha megszületik a kisbab, akkor nem szeretnék abba a helységbe beengedni a kutyát, uh -huh. viszont ők ezt nem úgy csinálják a párjával, hogy na majd akkor kizárjuk a kutyát, hanem már hónapokkal előre elkezdik erre felkészíteni a kutyát, erre tréningezni, hogy most ez a helység tiltott ezen túl, és akkor ki kell uh -huh. mennie, tehát ez ez tényleg valahogy így kell tökéletesen csinálni, hogy már a kisbaba előtt lefektetni olyan szabályokat, amik később lesznek, hiszen akkor nem fogja összekötni magával a babával ezeket a negatív élményeket, és nem fog kialakulni egy nagyon erős féltékenység. Igen, egyébként erre mi is már most figyelünk, mi nem szeretnénk azt, hogy az ágyban aludjanak, tehát igazából a helységből bejöhetnek, csak, csak az ágyból próbáljuk őket kiszoktatni, szegényeknek a kanapén kell aludni, igen, borzasztó. És mi is ugye pont ebből kiindulva, hogy ne azzal kössék össze, hogy érkezett valaki ide a családba, és nekik hirtelen sokkal mm -hmm. rosszabb dolgok van. Van még olyan élethelyzet, amire figyelni kell ebből a szempontból? Hát van egy nagyon szomorú élethelyzet, amire egyébként mi sem tudunk felkészülni. Ezek a halálesetek. Akár beszéljünk egy kutyatársnak a haláláról, akár egy gazdinak a haláláról. Én egyébként tapasztaltam már meg ilyet sajnos többször, hogy ugye kutyus ment el így a családon belül. Egyébként nálunk érdekes módon nem éreztem semmit utána uh -huh. a kutyákon, tehát ez is nagyon természetfüggő, hogy ki hogyan reagál rá. Lehet, hogy azért, mert maradtak még életben kutyatársak, tehát ugye egy egy négytagú falkából mondjuk, hogyha az egyik elment, lehet, hogyha összesen ketten lettek volna, akkor sok jobban uh -huh. megviseli, de szerencsére én ebből egyébként pozitívat tapasztaltam. Vannak olyan betegségek, amik okozhatnak étvágytalanságot, és ha igen, mik ezek? Van például mondjuk a vesebetegség is egy ilyen, vagy mondjuk egy daganatos betegség, tipikusan ilyen, amikor ugye elmegy a kutyának az étvágya, és nagyon fontos, hogy ezeket megkülönböztessük az ilyen akut jellegű betegségektől, tehát például egy szájüregi megbetegedéstől. Egyébként elég könnyű őket megkülönböztetni, mert hogyha egy kutya egy alapbetegség miatt, tehát mondjuk egy vesebetegség miatt étvágytalan, akkor összeségben rendkívül letargikus a kutya, uh -huh. és semmi kedve nincsen enni. Ezzel szemben, mikor valamilyen szájüregi megbetegedése van, akár fogfájdalma van, laza a foga, vagy valami csak felsértette a száját, akkor étvágya lenne, és azt onnan lehet a legjobban észrevenni, hogy fizikailag ő oda megy az edényhez, ha. és oda hajolt, tehát szeretne enni, viszont utána így, mint aki meggondolja magát, elfordul az edénytől, és nagyon fontos, hogy a gazdi ezt meg tudja különböztetni, mert amikor rámegyünk az állatorvoshoz, már eleve ezekkel az információkkal megyünk el az állatorvoshoz, és akkor ő pontosan tudni fogja, hogy hol keresse a betegségnek, a, vagy ennek az állapotnak a gyökerét. És ugye ez tényleg egy egy sarkalatos pont egy kutyánál, hogy van-e étvágya, vagy nincsen. Nagyon Tehát is. ez az első kérdések között van, ugye. amikor az állatorvoshoz megyünk szinte bármilyen problémával, hogy étvágya van, milyen a kedve. Igen. Mert ez a kettő mutatja a legjobban, hogy komolyabb baj, vagy nincs olyan komoly igen. baj. Vannak olyan kutyusok, akik a személyiségükből ő, fakadóan válogatósak? Vannak igen, tehát van, hogy a gazdi egyébként nem rontás semmi, csak egyszerűen a kutya ilyen. Tehát ahogy nálunk is vannak olyan emberek, akiknek az evés az nem okoz olyan örömet, inkább csak egy lészfentartás, a kutyusok körében is van természetesen ilyen amiben őket tudjuk segíteni ennek az állapotnak az enyhítésében, az például a főttel való etetés, hiszen a főt ételt, ha megmelegítjük, akkor ugye a melegítés hatására eleve az illata is nagyon kellemes lesz, illetve sokkal jobban kihozza az íznek a, az amatát. Ö, tudunk a főteledelre tenni esetleg friss fűszereket, például petrezsemet, vagy bazsalikomat is akár illetve hogyha valaki olyan, mint én, hogy egyszer otthon akár több kibontott pecsöfestasok van, ezeket össze is lehet keverni, ahogy te is mondtad korábban, és egészen egy íz kombinációkat létrehozni ezzel. Tehát azért ilyen kis trükkökkel tudunk segíteni, illetve hogyha nagyon aktív a kutyusunk, akkor vannak ilyen különböző játékok, mondjuk egy ilyen töltős labda, amit meg lehet tölteni eledellel, vagy esetleg egy habzsolásgátló edény, amivel izgalmasabbá tudjuk tenni az evést. Van még olyan, ami a korábban felsoroltakon kívül okoz étvegytalanságot egy kutyusnál? Vannak ilyen akut helyzetek, amikor mondjuk egy műtéti lábadozás után étvágytalanabb a kutya, ugye ott az altatószerek, az egyéb gyógyszerek, meg maga egy műtét utáni fájdalom is előidézhet azért rövid ideig étvágytalanságot, illetve az oltás is ilyen hogyha oltás után bágyadságot tapasztalunk 24 óráig, az teljesen normális, hogy esetleg még az után is fennáll, akkor érdemes azért állatorvoshoz fordulni, de alapvetően az ilyen orvosi beavatkozások után tapasztalhatunk rövid ideig fennálló étvágytalanságot. Amennyiben szükséges tehát, hogy indokolt az, hogy valamivel segítsük a kutyusunknak az étvágytalanságát, mert már nem tudunk, kifogytunk az eszköztárunkból, van-e olyan táplálék kiegészítő termék, ami tudja fokozni a kutyusnak az étvágyát? Vannak olyan immunerősítők, például a B-vitaminos immunerősítő vitaminkomplexek, mm -hmm. vagy esetleg a CBD olaj, aminek van -e egyébként étvágyfokozó hatása. Hát köszönöm szépen, Heni, hogy beavattál minket az étvágytalanságnak a háttérokaiba. Számos oka lehet az étvágytalanságnak és most már azt is tudjuk, hogy mik azok, amikor mindenképpen állatorvoshoz kell fordulni, és mi az, amikor mondjuk kutyatréner segítségét kell igénybe vennünk. Igen, köszönöm szépen. Most pedig jöjjön a korábban említett meglepetés vendég, aki nem más, mint a Pecsef egyik sikersztoris gazdia Lili, akinek pixel kutyusa igazán rögös utat járt be, hogy maga mögött hagyja az étvágytalanságot. Szia Lili, köszönöm, hogy eljöttél. Hello. Mikor kezdődött Pixel kutyus étvágytalansága? Pixel mindig is ö, ö, étvágytalan volt, tulajdonképpen már három hónapos korában is ö, látszott rajta, hogy ő nem egy ilyen nagy kaja motivált ö, kutya. Ö, eleinte száraz táppal próbálkoztunk, és látszott rajta, hogy kicsit talán meg is viselte a, a környezetváltozás, ugye, amikor mm -hmm. hozzánk került. Ö, és hát hiába adtuk neki ugyanazt a tápot, amit korábban is kapott uh -huh. a tenyésztőnél, de ö, nem nagyon érdeklődött ez iránt, úgyhogy ö, e, emiatt kezdtünk el aggódni, hogy ez nehogy így rendszeresüljön, mert uh -huh. fejlődő kis szervezetének azért kellenek a tápászok. Persze, persze. Tehát abszolút azzal próbálkoztatok, amivel korábban ugye a tenyésztőnél letettve volt, azzal a száraz táppal is, és nem szívesen fogyasztotta. Igen, illetve gondoltam, hogy kicsit ilyen poroszos módszerrel, hogy hát ha majd elég éhes, akkor úgy is enni uh -huh. fog, és látszott rajta, hogy hát ez nem az irány, ez nem az az irány, ami pixellel működni fog, és egyébként a mai napig is ez uh -huh. igaz rá, szóval őt ezzel nem nagyon lehet rávenni az evésre. Voltak még egyébként ilyen trükkök, amikkel próbálkoztatok, hogy hát ha megjön az étvágya, vagy csak ez az éheztetés módszer? Uh -huh. Hát jutalomfalatokkal uh -huh. próbáltuk kicsit így kevergetni a, a, a tápját, hogy kicsit finomabb legyen, de um, az egész kutyázás, hogy hát í, í, inkább úgy mondanám, hogy ez, ez az étvágytalan kölyök-kutyázás, ez még egy nagyon új dolog volt az életünkben, uh -huh. és azért nem is nagyon tudtuk, hogy, 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 hogy milyen trükköket kéne uh -huh. ö, ö, bevetni, vagy hogy mik vannak. Úgyhogy ö, viszonylag hamar az állatorvoshoz fordultunk, hogy ez akkor, ez, ezzel történjen valami, mert, mert így kifutottunk a a lehetőségekből, főleg miután száraz is megpróbáltuk a tényleg a szuper prémium minőséget uh -huh. venni, az illata is olyan volt, hogy így azt gondoltam, hogy hát ha ez nem Te kell neki... igen igen Igen, közel is voltam hozzá, mert, mert nem az a az a standard ilyen szupermarketes tápszaga uh -huh. volt, hanem érződött benne, hogy ebben azért valószínűleg jó dolgok vannak, és hát ennek ellenére nem nagyon érdeklődött, úgyhogy igen, így az állatorvos lett az út. És mi oldotta meg Pixelnek végül így a válogatóságát? A választ megtudhatjátok a Petchef megoldási javaslata után. Kutya eledel másképp. Frissen főzve, állatorvos által összeállítva, kizárólag természetes alapanyagokból házhoz szállítással. Látogass el a petchef.hu weboldalra, és rendelj most! A válogatóságát végül is hát a petchef oldotta meg. Nekünk az állatorvos javasolt több dolgot. Szereztápok közül is ajánlott olyan márkákat, ami ami, szerinte megfelelő volt, illetve mondta, hogy, hogy hát a és is kipróbálhatjuk, mert ő, ő azt szóval, hogy azt, azt ajánlotta a leginkább, uh -huh. és ö, ö, hát mondta, hogy főzhetünk is neki, meg ö, azt hiszem, hogy ez igen, ezek voltak. Így Tehát a... akkor az állatorvos javasolta azt, hogy hogy próbálják ki a pecsepet, vagy a főzést. Igen. Nyilván ez volt a, a kényelmesebb megoldás. Együtt, ö, abszolút, igen. igen, így, így, ezt Hát mi, mi egyébként így Hogyha főzünk, az egy ilyen nagyobb esemény, és akkor úgy voltunk vele, hogy a, mivel nem főzünk minden nap egyébként, uh -huh. akkor nem a kutya miatt kezdjük el. Ez, ki ez kicsit furcsa, szóval, hogy nem azért, mert ő csak egy kutya, de hogy mivel Persze. nem töltünk olyan sok időt a főzéssel, Igen. ezért nem akartuk azt, hogy, a, hogy, hogy, hogy ez legyen így a, a, fő. Meg hát ha van lehetőség arra, hogy az ember El, készen pontosan. megvegye a tökéletesen állatorvos által e, szállított így. beledelt, akkor persze. Így van, így van, hát az is óriási utána nézés lett volna, hogy akkor jó, hát akkor ha elkezdünk főzni, akkor hogy kell, mit kell, úgyhogy a pecsév egy nagyon kényelmes megoldás volt. Igen. Volt egyébként más egészségügyi problémája, és gondolok itt arra, hogy mondjuk vakarozás vagy emésztési problémák mielőtt pecsef váltottatok? Szerencsére allergiás dolgok nem voltak, vagy allergiás tünetei nem voltak. Az, az, hogy amikor megérkezett, ami később kiderült, hogy valószínűleg inkább egy ilyen stressz, uh -huh. stressz volt a háttérben, a, a, tehát a megérkezés stressze így az, hogy hát a változás, változás, igen, igen. 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 Uh, amiatt volt viszonylag sok ideig, hát ilyen hasmenése, uh -huh. vagy hát, még annak sem mondanám, inkább csak ilyen ilyen <gysz> gyanús, na szóval uh -huh. ilyen gyanús hasmenés jellegű uh, végtermék, és akkor uh, ez, ez is része volt annak, hogy akkor most állatorvoshoz menjünk, és szerencsére kiderült, hogy semmi baja nincs. Uh -huh. Úgyhogy vártunk, adtuk neki a pecséfet, gondoltuk, hogy akkor hát, ha az egy kimélőbb uh -huh. táp egyébként is, akkor ez megoldja. És uh, tulajdonképpen nagyjából egybe is esett az, hogy beállítottuk neki a pecséfet, és, uh, és akkor így már meg is. Tehát, hogy így szép lassan meg is szűnt a hasmenés. Úgyhogy nem tudom, hogy ez táp miatt volt, vagy tényleg csak így egy ilyen. Uh -huh. Pszichoszomatikus dolog, de um, azóta, hogyha száraz tápot adunk neki, semmi baja nincs. Szóval, hogy inkább emiatt gondoljuk azt, hogy valószínűleg uh, ez egy ez a stressznek volt betudható. Egyéb egészségügyi problémája szerencsére nem volt. Mennyi idős most egyébként Pixel? Szeptember végén volt kettő, és ugye akkor tulajdonképpen kölyökkora óta ő, eszik? Ö, hát ilyen négy-öt hónapok uh -huh. kora igen, óta, azt igen. hiszem, igen, igen. És azóta is minden szuper, és beválik nála. Melyik a kedvenc eledele? <laughs> <laughs> Az Atlantilazocot szoktuk uh -huh. neki venni, és a bárányosat. A, a többiben bár, bár tudom, hogy mindegyik úgy van összeállítva, hogy tökéletes legyen nekik, de mindegyikben talál valamik is ivetni való volt, úgyhogy van, amelyikben a borsót nem szereti, a kenguruhús, ez például nagyon nem jött be neki, uh -huh. úgyhogy... Egy enyhe azért megmaradt. Az, az megmaradt. Szerencsét azért van hét íz, ami közül tud Igen. választani, és akkor Igen. a kettő az meg abszolút bevált nálam. Hát köszönöm szépen, Dili, hogy eljöttél, és elmesélted nekünk Pixel kutyus történetét. Nagyon szuper ilyen ilyeneket hallani egyébként, amikor tényleg egy kutyus életét ilyen szinten megváltoztatja az, hogyha megfelelő elederre vált a gazdi, és hát a ti életetek is sokkal könnyebb, és problémamentesebb ezáltal, hogy abban biztosak lehettek, hogy jó teszik, és jó leszik a kutyus. Így van, és ez tényleg egy nagy könnyebség lelkileg is azt látni, hogy hogy amikor elétesszük a főtkaját, a pecséfet, akkor, akkor tényleg tisztára nyalja a kis tálkáját, és hogyha például száraz tápot ezt eszik, mert mondjuk nincs éppen pecsév, vagy utazunk, vagy ilyesmi, akkor pedig hát azért egy kicsit gyanakvással kezdődik. Nézd rátok nagy szemekkel, hogy ezt most hogy gondoltátok? Hol a kajám, gazdi? Igen, úgyhogy persze lehet, hogy saját magunkat így belehergejük ebbe a lelkismeret de azért azt hiszem mindenki ismeri ezt az érzést, amikor láthatóan imádja, vagy megeszi, mert nincs már. Igen, <laughs> igen. Köszönöm szépen, Lili, hogy S eljöttél. Köszönöm. Számos tény és tévhit kering a kutyák etetésével és egészségével kapcsolatban, ezért minden beszélgetés végén hozunk egy állítást, amelyet a következő adás elején meg is válaszolunk nektek. A mai állításunk a tények és téfitek rovatunkban a következő. A barf étrend a kezdőgazdik számára is jó megoldás lehet, hiszen a menük összeállítása nem igényel különösebb tapasztalatot vagy utánajárást. A főtteletetek csoportban már megtaláljátok az ezzel kapcsolatos szavazást. A helyes válasz pedig a kutya etetése házilag epizódunkból te is megtudhatod. Ha eddig még nem tetted meg, ne felejts el feliratkozni a Pet Chef YouTube csatornájára a videó alatt található feliratkozás gombra kattintva, vagy keres rá a Kutyadolog podcastre a Spotify-on, Apple podcast vagy a Podpeden, és klikkelj a követés gombra, hogy értesülj a következő epizódokról. Kövess minket Instagramon, Facebookon, TikTokon, iratkozz fel a Kutyadolok hírlevelünkre, és lépj be a Facebookon található főttel etetek csoportunkba is, hogy tudatos gazdi válhasson belőled. Az epizód leírásában minden linkünket megtalálod. Bank kutyás ismerősöd? Oszd meg vele a Kutyadolog podcastet! Még egy fontos dolgot el kell mondanom, gazdik. A Kutyadolog podcast csak általános tájékoztatásra és szórakoztatásra szolgál, és nem minősül állatorvosi szolgáltatásnak. A podcastben elhangzott információk vagy a weboldalról linkelt anyagok felhasználása csak a felhasználó saját felelősségére történik. A podcast hallgatása nem helyettesíti az állatorvos, kutyadietetikus vagy más képzett szakember tanácsát, diagnózisát és kezelését. Tudatos gazdiként nem szabad figyelmen kívül hagyni az állatorvosi konzultációt. Kutyusoknál esetlegesen fennálló egészségügyi problémák esetén mindig kérjetek állatorvosi segítséget. Van egy szuper téma javaslatod? Esetleg ajánlanál nekünk egy vendéget? Akkor írd meg nekünk javaslataidat e-mailben a kutyadolokukat spetschef.hu címre. Következő héten kedden a nyers etetésről lesz szó. Ebben a témában segítségemre lesz Hortobágyi Herrietta, a Petschef kutya táplálkozási tanácsadója. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mik a főbb különbségek a főteletetés és a barf között, akkor tarts velünk! Én itt leszek jövő hét kedden. És ti?